is a különbség? Erőemelés! És testépítés között. De mivel belevágunk, menjen az intro. Viszont sokan írtátok kommentbe, hogy van-e Spotify rájátszási listán, mert hogy szeretitek a zenéket, amiket használok. Még mindig nincsen. Viszont találtam egy nagyon jó zenét. Leírásban lesz, használjátok. Intro! És erőemelés között több hasonlóság van, mint ellentét. Mondhatni, kiegészítik egymást, ki kell, hogy egészítsék egymást. Ez nem is bizonyítja jobban azt, hogy a valahol leghíresebb profi testépítőknek volt erőemelő módjuk. Szerintem ott ér el a kettő leginkább egymástól, amikor versenyzésről beszélünk, mivel a testépítésben inkább a vizuális dolgokra mennek rá, mint például méretek, arányok, szimetria, definíció és előadás. Ezzel szemben az erőemelés, emelj minél nagyobbat! Na de vizsgáljuk meg őket három szempont alapján. Az első diéta, avagy tápanyagbevitel, edzésprogramozás, valamint menőségi faktor. Természetesen mindegyik teljesítmény alapú diéta, egyszerűen elengedhetetlen a minőségi tápanyagbevitel, és nyilván a mennyiség is nagyon-nagyon fontos, hogy produktív legyen az edzés az edzőteremben, valamint az edzés után a regeneráció is jó legyen. Természetesen annyi, hogy a testépítésnél nagyon fontos az alacsony testzsír százalék. Ezzel szemben az erőemelésnél nem feltétlenül fontos az, hogy minél alacsonyabb legyen a testzsír százalékod. Jobb, hogyha egy ilyen normálisat követ. Ott csak annyi a fontos, hogy éppen befejezd az adott súly kategóriába. Az edzésprogramozást nézzük, szerintem nagyon-nagyon nem eltérő. Persze edző válogatja. Viszont ha esetleg megnéztetek a mostani edzésemet, éppen olyan blokkban vagyok, hogy tele van kiegészítő gyakorlatokkal, minden izomcsoportra, biceps, váll, hát. Nagy volumével dolgozunk, és sokszor bukás közelig nyomjuk a gyakorlatokat, nyilván ez azért van, mert egyszerűen elengedhetetlen az izomtömeg akkor is, hogy erőemelő vagy, szóval érdemes nagynak lenni mindkét esetben. To live, am I gonna burn to hell for all the things I did? No time to dwell on that, cause my brain reacts. Front if you want, kid, lay on your back. I don't fake that, kid, you know I bring it to your life. Stay in a child's place, kid, you out of line. Criminal minds thirsty for recognition. I'm sipping, E and J got my mind flipping. I'm bucking, digging my ways out of hope for hustling. Get that loot, kid, you know my function. Cause long as I'm alive, I'ma live illegal. And once I get on, I'ma put on all my peoples. React quick, split. Lyrics like Max, I hit your domo when I roll up the beat, go sleep because I'm creepy. Sonny shook, this ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look, they shook. This ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look, they shook. This ain't no such thing as halfway crooks. De természetesen masszívan jelen vannak az alapgyakorlatok. Jelenleg 3x3-at deadliftezek, meg 3x5-öket googolok. Elég bonyolult.
azt mondom, ezt nem nekem kell eldönteni. Bodybuilding átka, szar gyenge vagy. Ezért jó a powerlifting, erőmel is mit állik. Na de jó, tényleg viccet félretéve, szerintem van még egy nagyon nagy különbség a kettő között, és számomra ez nagyon fontos volt, mikor 3 éve eldöntöttem az, hogy mégis súlyzós sporták terén melyiket fogom csinálni egy kicsit komolyabban. Szóval egy kicsit nagyobb szinten akartam kezdeni foglalkozni bármilyen súlyzós sportággal, mégis azért, hogy tudjak versenyezni. Rengeteget versenyeztem, annó más sportágban leginkább táncoltam, több mint 7 évig, és rengetegszer jártunk versenyezni, és egyszerűen szólva a hangulat. Az, hogy úgymond elérsz az út végére, bármennyire is fontos az út, elérsz az út végére, és úgymond kifizetődik az, amiért dolgoztál hónapokon keresztül, ez egy nagyon-nagyon jó érzés. És hát a tánc mellett elkezdtem edzeni. Szerintem elég jól fejlődtem, ahhoz képest, hogy most azt gondolom fejlődtem volna sokkal jobban. Viszont a tánc abban maradt és maradt csak az edzés, inkább hasonlított az edzésem egy testépítőhöz, vagy hát szerintem még ahhoz se, mint egy erőemelőhöz, de végül is az erőemelést választottam, de miért? Szimplán azért választottam az erőemelést, mivel hogyha naturál sportágat nézzük, sokkal nagyobb potenciál van a naturál erőemelésbe, mint a naturál testépítésbe. Én ezt gondolom. És azon tudom ezt alátámasztani, hogy kihozni magadból a maximum potenciált erőemelés terén, hogy minél nagyobbakat emelj, ahhoz rengeteg idő kell, és naturális, elképesztő eredmények születnek, tényleg olyan eredmények, amik emberfelettiek lehetnek. És ahogy én láttam, sajnos a naturál testépítés annyira nem érdekelt, de légy írjátok meg kommentben, hogyha tévedek, és pont ezért azt mondom, hogy a testépítés szteroidok nélkül annyira nem létezik. Mikor erőemelésben elértem az első célomat, ami egy 200 kilós guggolás volt, másfél év alatt olyan sok izomtömeg jött fel, mint az elmúlt 5 évben, és ez a 200 kg az erőemelésben nem egy nagy súly, eléggé baby. Szóval pont azért tudom, hogy még rengeteg potenciál, rengeteg év van benne, szóval remélhetőleg nagyon konzisztens és folyamatos lesz a fejlődésem. My gun dirty, my brick clean, I'm riding dirty, my dick clean, she talk dirty, but her mouth clean, bitch I'm MC Hammer, I'm about cream, I got 30 cars, whole lot of dancers, I take them everywhere, I'm MC Hammer, started selling dope, I'm too legit to quit, when it's hammer time, I'm pulling out the stick. Na szóval még így a videó végére, ez egyébként nem egy új dolog, hogy a kettőt összevonják, a testépítés és az erőemelés. Szokták azt a szót mondani rá, hogy power building, egyszerre építesz izomtömeget és erőt, ez szerintem nagyon fontos. És szerintem ezzel zárom ezt a videót. Légy szíves, ha tetszett, dobd rá egy lájkot, kövess be, szeretném még több hasonló videókat látni. És egyébként írd meg kommentben, hogy miről szeretnétek videókat, és én megcsinálom nektek. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted, cső!